Csáztok, ezt kényt ebben a következő videóban is márkozni fogunk. A sorozat elkezdődött, meg minden. Menjünk is bele egy single player világba, és Survivorbe megyünk Hardon. Ja, Hardon megyünk. És akkor meg is csinálom itt a karaktert. Kérdeztem a Among Us-os videómba, hogy mi legyen a karakter, fiú vagy lány. Hát egy darab választ kaptam, igaz, nem a komment szekcióban, de Messengeren valaki írt, hogy lány legyen, szóval lesz az. Amúgy, ha fiú lett volna, akkor mindent felhúztam volna és néger lett volna, de így, hogy lány, így valamit csinálok is. Mondjuk szerintem normálisan jó a karakter. Annyi, hogy a hair colorja... Legyen mondjuk ilyen furcsa szürkés cucc. Felhúzzuk teljesen a izzét. Egy lepiros azért ne legyen a szeme. Legyen kék a teme. És a bőrszíne legyen ilyen. Legyen ilyen mondjuk a bőrszíne. Sőt, tudod mit, a haja inkább ilyen... Ilyen lesz, így. Így jó. Ja, szerintem ezen nem kéne nagyon alakítani már. Jó ez így, nem? Talán a arcám. Hát... Nem tudom. Szerintem jó ez így. Így. Örünk. És akkor csapjunk is bele. Initial Panda lesz ugye a nevem. És akkor itt spónolok le, mert itt lesz a házam. Hogyha egyszer csak vége lesz a sorozatnak, az azért van, mert elcsúszom a szép pályadokat egyébként, de remélhetőleg nem fogom megcsinálni. Eddig mindegyik végigjátszásomban legalábbis, hát amit videón kívül csinálok, akkor ott élek, szóval most is mi megpróbálunk ott élni. És akkor kezdjük is el a túlélést. Hát mikor kezdtem nagyjából a videót, jó. Nagyjából olyan 3-4 perce. Szóval be tudom időzíteni, hogy hány perces legyen. Egy fát kell keresni. Az nem lesz nehéz. Ezt a környéket ismerem teljes mértékben, mivel úgy itt élek, mondom, mind a kettő izé végigjátszásomba. Touchot kell szerezni. Egyébként ez ilyen tutoriál szerűen is fog menni, ugye, hogy tanítom nektek, hogy hogy kell dínókat szelídíteni, meg mit tudom én. Most craftolunk egy pickaxe-et, mert vannak, akik még mindig most kezdik a játékot, meg mit tudom én, szóval nekik egy ilyen kis tutoriál dolog, végigjátszás cucc, az nem lenne rossz. Hát jó. Igen, később gyorsabban fog ütni a csákánnyal, csak most ez azért nem üt így, mert ez azért tutoriál. Ja. Akkor... Hoppá. Kezdjünk is bele rendesen a élésbe. Csinálunk egy fákját. Kroki, 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 krokodil. Usz, 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 kérlek. Ez egyébként egy nagyon jó környék. Annyi, hogy szoktak ide... Egy krokodil szokott ide spónolni mindig. Szóval, hát kezdő pozíciónak nem a legjobb, viszont nekem tetszik amúgy.
Főleg, hogy abból amúgy Prime-ot lehet szerezni, ha megölném. Hát és akkor most szerezzünk XP-t, hogy... Ó, hogy kettő kroki van! Ilyet még amúgy egyszer se láttam, de jó. Azért játszok egyébként hardon, mert lehet, hogy itt kevesebb XP-t tudok gyűjteni, viszont nagyobb szintűek állatok. Jó, őt kinyírtuk. Szedünk egy kis bogyót, hogy ne halljunk éhem. Mert szerintem kitalálhatjátok, hogy éhenhalás nem egy előnyös dolog. Itt egy hód, igen, itt nagyon sok hód szokott lenni egyébként. Hát egy 40-es szintű, nem rossz egyébként, főleg, hogy szép színe van. Jó. Hát most valahogy fel kell lépnem egy szintet, hogy kapjak új küldetéseket. Ennyiben nem előnyes hardon játszani egyébként, mert nagyon lassan kapsz XP-t. 50%-kal kisebb az XP gyűjtési lehetőség. Viszont nagyobbak állatszintek, szóval. Hát jó is, meg nem is. Itt menekül egy paraszaur. Mondjuk, ha azt a dilót kiütném, akkor őt be tudnám tímelni. Hanyas szintű. Hát őt nem tímeljük be. Jaj, ne köple! Na mi van? Oda csapok a fákjába? Ja, meg itt szoktak medúzák spónolni, szóval ezért is jó ez a hely. Bakker leköpött, meg fogok halni. Meg fogok halni. Ez ennyi volt. Jó, mindegy. Meg kellett próbálni. Ezek a dilók nagyon veszélyesek. Gyössze. Most a krokodil mellett spónoltam, ugye? Piránya ne jöjjön, csak piránya ne jöjjön. Pirányák, takarodjatok! Tudom. Úgy mondjátok már, hogy milyen kontentet látnátok szívesen, mert nincsen ötletem nagyon. Brawl Stars kicsit unom, hogy őszinte legyek. Nem voltam már fent Brawl Stars-ba egy hete nagyjából. Tegnap mondjuk felnéztem, de csak annyira, hogy kinyissam a free chestet, szóval... Hát, ja. Staminára muszáj leszek rakni. Nagyon gyorsan elfáradt a karakterem. Gyerünk, gyerünk itt a táskám! Hány HP-ja van? Maxos! Mi? Őt öltük előbb. Mi maxos a HP-ja? Jó, hát ilyet még nem láttam, de jó. Persze, fáradj el megint. Az eleje egyébként elég uncsi szokott lenni, mert nincs nagyon mit csinálni. Amikor elkezdesz fejlődni, akkor már jobb. Már megint itt van az a diló. Ilyen nincs a világom. Krokit kéne megtudni, hogy hanyas olyan, de tudom győzni. Mondjuk az elég kockázatos tenni a kroki.
Na. Fákjámat is megjavítom. Na gyerünk! Valami történjen, már lépjek más szintet. Mindig elmegyek kalandozni egyébként addig. Csak hogy ne legyen annyira uncsi. Hát... Erre lesz valami... Itt erre szokott lenni Spino egyébként. Meg T-rex, meg ilyesmi. Fú, viszont ezt annyira utálom, hogy ahogy elején a karakternek nincsen semmi sztaminája. Tehát nézzétek meg, hogy megy le a sztamina, ahogy futok. Egyszerűen borzalmas. Árkban csináltak egyébként külön ilyen sorozatokat. Láttam egy embert egy olyat, hogy mondjuk a húsevő szigeten próbál túlélni. Raptorne. Nem támad rám, ugye? Diplodocus. Ez egy raptor? Diplo, ments meg! Úgy lökjel, kérlek. Jó, a raptor ő teszi. Nagyon jó. Ettől a Diplodocustól nem kell nagyon... Ott a Spino. A Diplodocustól nem nagyon kell félni egyébként, mert ő... Megtámad, viszont nulla a sebzése. Csak lögdös. De nála csak attól kell félni, hogy nehogy lelökjön valahonnan. Mert akkor gond van. Hát akkor szedek még követ, vagy valami. Csinálok ilyeneket, hogy üzé szintet lépjek. Ettől kapok egy kicsi XP-t. És akkor megint mehetek társat farmolni. Bocsom, hogy nem beszélek, azt hiszem, nem egy kommentálja, hogy nagyon, hogy állok és szeretem követni ilyesmunkat. Javítatok. Hát próbálok mindent, hát próbálsz mindent, hogy szerezzet. És egyébként ebben nagyon nagy beleszólás, nagyon lesz ebbe a sorozatba, mert ha valami lehetséges dolgot tudok mondani, akkor mondjál. Tehát azért mondjátok meg egy ötletnek, hogy mi legyen a következő részben, mi legyen az utána részben, mit tudom én. Tehát, hogy ha mondjuk azt mondjátok, hogy következő részben felidítsek, mit tudom én, egy piomiát, akkor én abban talán benne is vagyok. Viszont ha azt mondjátok, hogy következő részben T-rexet szerítsük, abban már nem leszek benne nyilván. Viszont ti adjátok a dinóknak egy nevet, meg minden. Ebben azt akarom, hogy sok közöttek legyen ez a sorozathoz. Szerintem ez elég lesz amúgy, szint lépésre. Akkor nem lesz elég szint lépésre. Na végre! Stamina! Most. Hoppá, nem akarok írni. Jó, itt mindenki tanulok. Switch to pick, igen. Switch to fist.
Gather berries. Eat a few berry. Innen arkót! Mindegy, egy narkótól nem fog még kialudni a karakterem. Mindjárt ide megyek a vízhez, hogy igyak, mert azt mondja, hogy igyak vizet. Az a bajom, hogy itt volt a krokodil valahol. The basics, pursuit completed. Nagyon jó. Van bunkós botom, na. Az már szelidítésért kiállt. Meg lesznek első dinóim. Beszédítek egy dodót. És akkor ajánljatok neveket a komment szekcióba. Légy normálisat egyébként, mert úgyse adok neki valami hülyeséget. Ilyen kis zöld dodó lesz. Na. Fekszik is. Szedek neki bogyót. Mert jó kell neki. Mondjuk csak tudjátok, már szedítettem dodót videóba, abba az egyárkos videóba. Meg majd lesz Ark Hardcore is egyébként. Meg ilyesmi. Jó, szedtem bogyót neki, és akkor berakjuk, és akkor nagyszerű minden. Tímelődik. Hú, már lassan 20 perc megy a videó. A romlott hús. Szóval adjatok ennek a kis havernek nevet. Elárulom, hogy nőstény. Hogyha az fontos. Ne, ne raktold, ne raktold! Ne, elviszlek, hidd el! Nem viszlek, hidd el! Meghaltam meg a dodó is. Mocskos raptor, de gyűlölöm! Konkrétan már játszom a játékot a másik karimon. És a raptorok még mindig problémák. Az, hogy rád ugrik, az annyira szemét, hogy az hihetetlen. Ti azt nem hiszitek el, hogy mennyire egy szemét dolog, hogy rád ugrik a raptor. Rád ugrik, és nem tudsz mit csinálni. Nem tudsz mozdulni konkrétan. Megpróbálok oda menni a cuccaimért. Annyira undorító egy állat, hogy ez hihetetlen. Hát akkor ennek a kis havernak már ne adjatok nevet. Hosszú élete volt, úgy tűnik. Ne, 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 ne. És mellesleg olyan rohadt gyorsak, hogy... Menj oda, raptor, teknő! Úgy, Rapi! Gyere ide! Gyere! Raptor! Úgy, úgy! Küzdjetek meg! Köszi! Teknőst is ki fogja nyírni, de nem olyan gyorsan. Mert a teknősnek nagyon sok HP-ja van.
Hoppá. Ezeket így eldobom. Hát, valamit, egy dilót be kéne fogni. Ezek egyszerűek. Mikor állokkolom a bolát? Az nagyon sokat fog segíteni. Ezt sok. A bolát nagyon sokat segít a tímelésbe, és az lesz az első, hogy raptort szedítek vele. Mi? Most komolyan piránják. Na, ezek még a nagyon idegesítőek, még nagy szinten is. Kettő nagyon idegesítő, kettő állat van még nagy szinten is. A raptor, meg a piránya. Valamelyik segbe fog harapni, tudom. Gyors voltam. Jó. Van húsim is. És szerintem az első epizódot, hát nem tudom. Hagyjuk le itt, vagy pedig még keresek egy didót. Keresek valamit, amit betímelek, én azt mondom, és akkor tudtok nevet adni valaminek. Mondjuk ott egy didó, az jó lesz talán. Csak arra figyelni kell, hogy a didó az húsevő. Hanyas vagy? Hát komolyan az vagy? Nem. Hagytam meg a mélyekbe, vagy mi ez, sebez egyáltalán? Én soha nem vettem észre, hogy sebzett volna a méreg. Azt nem, ez csak vakít. Meghalt a krokodil. Ne tűnt. Pedig nála lett volna valami cucc. Ne már. Persze, hogy a szerencsém ezt hozza csak. Pont eltűnjön a kroki. Jó, akkor téged betímelünk. Gyere! Úgy. Döljél ki! Mindjárt feljön a nap, és akkor látni fogjátok a kinézetét is. Adiló! De érted, mindig maxos ápi, amikor ránézett.
Azt kéne ezzel a szóval. Valahogy rácsalni a teknősre. Azt kéne, hogy valahogy megítsák. Várjál, lehet, hogy tudom. Nem! Úgy. Fussál már! Na. Úgy, nagyon jó. De ember, miért nem üti hátra most már a bunkot? Jó, menekül! Magas a torpor szintje, ez azt jelenti. Kifeszült! Akkor ne a Dodót nevezzétek el. Oh, yes! Végre fekszik a Dodó. Te anyas vagy. 130 takarodjál innét! Te bizony most meg fogsz halni, Dodó. Gyerünk! Szedjük szét! Hát... ó. Reménykedjünk, hogy elég lesz a hús. Már nagyjából fél órája megy amúgy a videó, szóval lassan lezárhatom. Lehet amúgy ezekből a... ebből a játékból majd live-ot kéne csinálni valamikor. Speedre egy kicsit. Itt még elején jó, ha kitanulok mindent amúgy. Kösz az egy fát, na végre. Úgy. És még valamit kinyírok gyorsan. Addig is éhezik amúgy a Dodó, szóval az mindenféleképp jó. Ha kiéhezteted az állatot és utána kezded eletetni, az jobb egyébként. Effektívebb. Még inkább csak jól néz ki. Hogyha úgy eteted meg. Ez egy oviraptor. Túl nagy szintű. Jó, hát... még azt tudom, hogy őt levágom, és imádkozok, hogy elég lesz a hús.
Amúgy, hogyha húst akartok szedni egy állatból, akkor csákánnyal szedjétek, ha meg bőrt, akkor meg baltával. Kis ilyen random tanács. Amúgy akkor eztem azt, hogy menjek oda a tűzhöz, amit csináltam, de... Azt még nem. Jó, be fog tímelődni. Van egy dilónk. Elhúzom a másik dilót, hogy nehogy megölje. Gyere! Na! Figyeljetek! Tessék! Adjatok nevet neki! Itt van a szépségünk. Female ez is, nő. Így néz ki. És akkor köszönöm, hogy megnéztétek, tetszett, akkor like, nem akkor is, nem felejtsd el feliratkozni, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!